magamnak, hogy Velence díszpolgára lehetek. Egy olyan elismerés ez, amelyikben érzem, látom azt a közösségi akaratot, illetve azt az elismerést, azt az elfogadást, amire úgy gondolom, hogy minden ember vágyik. Hiszen azért vagyunk ezen a világon, hogy otthon legyünk valahol benne. Én örülök annak, hogy Velencén otthon vagyok, örülök annak, hogy a közösség elismer, hogy büszke rám, és olyan jó tudni azt, hogy a világ bármely részén járok is, Velence elfogad, és mindig hivatkozhatom az én városomra úgy, hogy egy magyarországi olyan kisváros, amelyik szeret, amelyik elfogad, amelyik büszke rám, és olyan jó nekem is büszkének lenni. Akár, hogyha a Fehérházban járok, akár, hogyha a harcmezőn, akár katasztrófák helyszínén, vagy akár egy szociális otthonban. Milyen terveid vannak Velencén? Nagyon szeretném megerősíteni a Zöldliget Baptista általános iskolának a helyzetét, és nagyon szeretném, hogyha egy 12 osztályos gimnázium alakulna, nagyon szeretném, hogyha megerősödne a nyelvi oktatás. Most éppen egy testvérvárosi kapcsolat miatt Texasba utazunk diákokkal és tanárokkal, és nagyon szeretném azt, hogyha innen Velencéről olyan diákok tanulhatnának amerikai elit egyetemeken, akik később Velencét is képviselhetik, és Magyarországot is.